estét! Parancsol az úr! Egy kapuciner most jól jönnek, ugyan hideg van odakint. Esetleg egy csésze forralt bor? Köszönöm. Helyesebben szólva, talán később várok valakit. Ahogy tetszik. Ha megbocsát, ugye, ha megengedi, Szűcs Dezső, színi direktor. Was wünschen Sie? Tudja, azelőtt nem jártam itt, és azt gondoltam, hogy... Szóval ennél azért nagyobb életre számítottam. A Meteor már csak ilyen. Éjfélig akár a síralomház. Maga nem pesti. Tegnap érkeztem Váradról. Akkor nyilván nem tudhatja, hogy a törzs közönség, még akkor is a facébretlisták... Az estermek korai szakaszát leginkább a különböző színpadok és emelvények közelében tölti. Először a mesterség, utána a kávéház és az élvezetek. A kapuciner, a fenséges kapuciner. Közben összeismerkedtünk az úrral. Fogjuk rá. Akkor letehetem? A másik asztalhoz. Mondja, nem ismeri véletlenül Rienzi Mariska nagyváradi színművésznőt. Állítólag ő is gyakran megfordul ebben a kávéházban. Nem haragszik, uraságod, éppen egy gyalázatos cikket olvasok, amelyben egy költő barátom is érintett. Csak tessék, tessék. Kitalálom. Adi Endréről van szó, ugye? Pardon. Ez a hely sem lett Nobelem. Mintha itt adna egymást a találkát a város fizetésképtelen direktorainak összes pojácája. Félbe maradt színészek, kidobott nagy dobosok, elzülött késnyerők és félbe maradt komikusok. Az Adi választása volt. Többször próbáltam átcsalni a New Yorkba, de sehogyan se tudtam rávenni. Szerintem attól félt, hogy egy ilyen forradalmas helyen rövidesen lejáratja magát. Halló, halló, mint egy vakzongorista és a hegedűse. Másfél órája várok magukra. Kellemetlen hely, kellemetlen emberek, rossz emlékek, végtelen nyugalom. Már a Helvéciába se lehet járni. Minden este somlai színész verekedik ott. Baromság. Maga itt a legnagyobb marha. Alanyi költő nem háborog, mert akkor mehet a New Yorkba. Ott lehet ilyeneket kiabálni, hogy baromság, Panama, plágium vagy vérfertőzés. De itt ez nem divat. Nem ide járnak a vörös grajnák, akik város szerte kézdörzsölgetve terjesztik, hogy Bandingnak végleg eltították a doktorok a borozást, és szanatóriumba kell vonulnia. A vörös grajna már természeténél fogva akkor is örül, hogyha a betegek száma emelkedik a városban. Hagyja szerencsétlent. Adi egyszer azt mondta, kettőnk között csak annyi különbség van, hogy én akkor hagyom abba a borívást, amikor jónak látom, de maga vörös. Mikor hagyja abba a gyomorrákot? Glázer úr, kávét, kapucinert, meg sört kér. Ma nem jó a sör. Inkább bort igyanak. Litert a szokásosból. Kötelességemnek tartom közölni azon tényt, miszerint ma este a neves zengerájukhoz hasonlóan a Meteor is helyt ad némi énekes produkciónak. Sejthettem volna, hogy ez lesz belőle, amikor meghallottam azt a hírhedett nevet. Érzem, nagy árat fogok fizetni még a gyanútlanságomért. Fogjuk menekülőre? Csatangolni akar egész éjszaka? Abban megint berugás lesz, vagy fejbetörés. Emlékeznek Adi éjszakai lovaglására a Sphinx-en. Az András utat még nem fűtik, itt meg biztonságban vagyunk. És most már kíváncsi is vagyok. Budapest, én nagy álmát hozom, de Végváros vagy én búsvárosom. Zsibbattan tapint, fáradt két kezem, cigánnyal, borral, nővel érkezem. Budapest, én nagy álmát hozom. Én hozom az álmot, léte vizet, és Budapest újjong, dalol, fizet. Bizáncban is nőtt feledés moha, de így feledni nem tudtak soha. Én hozom az álmot, léte vizet. Itt, mintha a víg halál lengene, színház, kávéház, cigányborzene. Csókájulás, láz és ma is siker, mit bánjuk ma, holnap, mit, mivel. Itt, mintha a víg halál lengene. Hajszás nap után éj örömök, kigyúlnak a szívek, ha én jövök. Ugye, hogy jó az éj merés, ugye, hogy jó a vidám feledés, hajszás nap után éj örömök. Holnap majd újra
jövök, érkezem. Most a hajnal vad szagát érezem. Bús Budapest száll, úgy rohan tovább. Szedd össze a jövő zálogát. Holnap majd újra jövök, érkezem. Bravo! Akkor hát igaz, e dalos pacsirtak eltette szóbeszéd, hogy Adi verset írt volna neki? Micsoda mázlista ez a bandi, hogy ezt is megúszta. Már a Liget szanatórium magányánál még Mariska művésznő zenei merénye is magasztosabbak. Nem méltó, doktor, ez a morbid viccelődés. Ha itt lenne báró hatvani, megrendszabályozná a társaságot. A ziher! Egészségükre, szerkesztő urak! Tiltakozom, ne vegyen egy kalap alá ezekkel! Tényleg, hol lehet a báró, amikor az istápoltját veszik nyilvános szájunkra, holmi rienci mariskák? Sokat tapasztalt száj lehet az. Más az éleánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt vetett, szenvedett és igadott hölgy, aki talaival és táncaival föllépett minden Orfeumban, mely föllelhető a Kárpátoktól az Adriáig. Talán csak nem volt szerencsénk. Ugyan már. Mindez széltében hosszában beszélik. Bizonyos vagyok benne, hogy Adi költeményeinek sem tulajdonít nagyobb jelentőséget, mint azoknak a daloknak, amelyeket számára a Király utcában írnak valamelyik kávéházban. Csak hát most belekapaszkodik szegény bandi nyomorúságába. Mondja meg őszintén, mit vár egy dalcsarnoki énekesnőtől? Megbocsássanak az urak, de nekünk beszélnünk kell, ha megengedik. Szűcs Dezső, színigazgató Váradról. A hölgy impresszáriója. Sajnálatos módon a beszélgetésünk félbeszakadt. Maguk ismerik egymást? Ez az úr mindent hall a szomszéd asztalnál, és maga meg hagyja, hogy össze-vissza beszéljek erről a húsevő növényről. Semmi baj, semmi baj. A hölgyhöz nem fűz régi ismerettség. Ő is Nagyváradon kezdte a pályáját, de eddig valahogy elkerültük egymást. Ideális állapot, nehogy változtasson rajta. Hiszen én az ellenkező szándékkal jöttem ide. Őszintén szólva, ma úgy jöttem, hogy szerződést ajánlok neki, csak hát az urak elbizonytalanítottak. Ha megengedik, idehoznék egy széket, ha nincsen le kifogásuk. Ez ki? Mit vétett az a sör, hogy azzal mossák fel az utat? Megpimposodott vagy megbudjant. Vendég panaszkodtak. Lázár úr meg megparancsolta, hogy öntsük ki. Holnap meg a sörösök már jóságbe lesznek rúgva. Már, bocsánat a szó, de várják ám már benne a báró urat. Vigye be a névkártyámat, fiam. Adja oda a révészéknek a hátsó asztalnál, és mentsen ki sürgős elfoglaltságra hivatkozással. Igen, igen. Még nem fejeztem be. Itt van ez a másik kártya, ezt. Személyesen adja át Rinci Mariska művésznőnek. 60 Lajos tiszteletteljes üdvözletével. És egyben kérdezze meg tőle, mekkora összeg ellenében távozna a városból. És a válasz? Ha majd befejezte a sörcsapolást, telefonozzon át a New Yorkba. Jó. Basszus bolond béna vagyok, aki bírtam annyi harcot, s kit a farkas szem meg nem ölt, megölnek az elrejtett arcok, mint orvok úgy rejtőznek el, titoktakarókba zárva, néhány nyár óta nincsen arc, csak csúfolkodó csúnya lárva. Én már alig-alig bírom, talán mert érzem a végem, medréből tán holnap kicsap az én dagadt őszinteségem. Hiszen semmit se akarok, csak csúflárvákat levenni, s látni meztelen arcokat, melyeken nincs mezfesték semmi. Egyszer néznénk farkas szemet, ki voltunkat egyszer lássuk, horkantan egyszer hadd legyünk egymásnak kemény messiásuk. Egész jó siker szagol. Ha már itt sem az én szerzeményeimet játsszák, minek járok ide? Borodmester úr, berepült a kalickába a kis dalos pacsirta, jó lesz a tűznyelő szám elé. A legjobb úton van, hogy pacsirtából felfuvalkodott pulyka legyen belőle. Nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk.
Ne siessen annyira, kisasszony, ha tudná, hogy én mennyit vonatoztam magáért. Vonatozott? Milyen kedves bók egy masinisztától. Mit kíván tőlem az úr? Ha meg nem sértem, helyet foglalna az asztalomnál. Hiszen még nem is ismerem magát. Oh, bocsánat, a zavar teljesen elvette az eszemet. Szűcs Dezső, színi direktor, a mi kedves váradunkról. Váradi? Micsoda meglepetés! Lehet, hogy ismerjük egymást régről? Az sajnos nem, de esetleg meghívhatom önt valamire? Esetleg. Öregem, maga felülmúlhatatlan. Glázer úr, ha jól tudom, ugye? Már mások is mondták, uram. A startpisztoly dörrenése Mariska asszony szerencsecsillagát röpítette az égre. Kisasszony! A közös sikereinkre. Sok szerencsét. Mi? Kíváncsivá tesz. Ja, a 60-i méltóságos úrnak sürgős dolga akadt a New Yorkban, nem tud ma jönni. New Yorkban? Mit keres az ott? Hiszen ott annyi az analfabét, hogy Harsányi tulajdonos úrék legutóbb megtiltották a pincérednek, hogy tintát és tollat adjanak az íróknak. A másik üzenetem meg a Mariska kisasszonynak szólt volna. Mi volna az? Most következnek azok a negyed órák, amikor mindent és mindenkit, aki csak él és mozog a városban, kivégeznek, darabokra tépnek, levitrioloznak, megseprőznek, mesztelenre vetköztetnek, ízekre boncolják, kimondatik a jelszó, elő a vesével. Egészségükre. Igen, mert Karinti leöntötte tintával a szürke kanapét. Teljesen igaza van a kávésnak, hogyha a vadaknak nem ad tintát. Nem tudom, hogy Karincinak, vagy Karintiainak, vagy Kosztolkányinak, vagy Szostolányinak hívják azt az írót, de akárhogy is hívják, nem járja, ami a vadakkal történik, már csak azért sem, mert éjfél körül maga Osváth szerkesztő is közibük jár. Hogy uszítsa őket. Engem nem érdekel, hogy mi történik a New York karzatán, csak engemet még bandit békén hagyjanak. Nem bírnak magukkal. Ezeknek semmi se szent. Boros asztal, fehér asztal, telt poharak, kacagva bongók, víghős legényi éjszakák, villámos kedvűek, csapongók. Már elhagylak benneteket. Szíves órák, duzzat órák, rólatok már lassan lekések, s elmulasztom örömötök, s a régi szép feledkezések ritkán jönnek, alig-alig. Szíves órák, duzzat órák, komorabbak, s hígabbak lesztek, s a régi boros üvegek nyújtóznak, mint vén sír keresztek. A vén temetőben valahol, valahol. Ritkább, ritkább lesz a kortyom, s megtelek már síri malasztal, s oly furcsa ravatalom, egy boros asztal, fehér asztal, s virrasztóim telt üvegek. Zengők itt az utcák, s a kávémérések, mert a kis vidéki pesztonkák és a bodros szobaleányok még nem felejtették el azokat a dalokat, melyeket ártatlanságukban énekeltek. És zengők itt az utcák új időknek új dalaitól, mely daloktól, városi vadhajtásoktól még a barátok sem védelmezhetik meg a koszorús költőt. Jaj, ne ijesztegesse a szegény szűcsurunkat, a végén még visszaszalad Nagyváradra, ami által lemaradnánk Rienci Mariskáról. Mivé lenne a Meteor közönsége dalcsarnoki énekesnők nélkül? Nagyvárad flancos város. Ott nem becsülték sohasem a korhelykedőket, duhajkodókat, muzsikáltatókat. Az úri Nagyvárad a Müller-Eit cukrászdájában szeret feszengeni, nem pedig a Pece partján részek cigányok társaságában bujdokolni, mint azt egyesek sűrűn cselekedték. Mit nem hallok? Ha jól értem, uraságod Adira céloz. Gondolom a kis pesztonka színésznők, pesztra kisasszonyok, kasszírhölgyek, kolcsmáros lányok, netán színi direktorok sem ellenkeztek bandival, amikor a boros állapot felé törekedett. Mifelé, tisztelt uram, az a jámbor fölfogás járja, hogy az enyhe homoki borok nem is lehetnek ártalmasak az egészségre nézve. A boritaltól 100 évig is elél az ember. Tán uraságod mi? Lenne az a szűcs, aki bemagyarázta Adi bandinak, hogy lám az adóhivatalnokok is bort isznak, holott azok azután örökké élnek. Már ne haragudjon, jó uram, de éppen ezek a jelentéktelennek tűnő borok okozták Endrénk szénászekrényi baját. Meg lehet, most itt lenne az ön helyén, ha nem futnak össze Váradon. És?
akkor kivenné gondjaiba Adi úr szerteszórt színképeit, már megbocsásson. Ki lenne az az őrült, aki színpadot gründolna arra a néhány oldalnyi dialógra? Én, Adi Endre prózai műveinek becsületet szerezni érkeztem Budapestre. Nem volnék benne biztos, hogy ez Endrinknek is tetsző ötlet volna. Pláne, hogy Szűcs uram Rienci Mariskára alapozza színháza dicsőségét. Inkább egy cirkuszi számban kéne gondolkodnia, ahol az a híres Tóth Ágas a legnagyobb attrakció. Gratulálok. Magával ragadó produkció volt, minden este elnézni. Váradon divatba jött az önsanyargatás. Nem engem illet az elismerés, hanem azt a géniuszt, aki nem is oly rég ehelyütt töltötte estét, még le nem gyűrte a szörnyű kór. Mit tagadjam? Egészen más természetű, nagyváradi ismeretségünk után jó magam is e falak között ismertem fel nagyságát. Amikor arra kértem, hogy nekem is írjon egy dalt, ez a kiváló férfi azonnal megígérte. Teljesíteni azonban betegsége miatt egyelőre nem tudja. És hogy történt a dolog? Hát odálltam az asztalához, mire megkérdezte. Mit akar tőlem, fiam? Erre én azt válaszoltam, hogy semmit, csak azt szeretném tudni, hogy miért nem ír már egyszer nekem is valamelyik dalt. Mi ő? Azt felelte. Miért is ne, Mariska, miért is ne? Ennyire simán ment a dolog. Ennyire. Nekem nagy sikereim voltak az utolsó időkben Aradon, Debrecenben. A hírlapírók asztalánál foglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták fel nekem. És azután? Azután megkérdeztem, hogy nem kíváncsi-e arra a produkcióra, amellyel dalaimat befejezni szoktam. Na látja, erről már én is hallottam. Ezért is szerettem volna személyesen látni. És elégedett? Még nem láttam a produkció végét. Voilà! Nos, kötünk üzletet? Engem meggyőzött. Ismerem jól ezt a fajta feltűnési viszketegséget. Történetesen én is jelen voltam a ma nevezetes Bukfencnél. Úgyhogy tanúsíthatom, Adi Bandinak esze ágában sem volt Mariskánkkal barátkozni. Valójában csak annyit jegyzett meg, hogy a hölgy nagyon érti a borívást. Egyéb művészetekről természetesen szó sem esett az asztalnál. Még hogy más természetű barátság. Hány meg hány kocsmáros lány, vagy cselét kérkedhetne ezzel? És mi tartja vissza attól, hogy ezt nyíltan a szemébe is mondja? Hadd köhétseljen a bolha. Akkor is. Hogy veszi a bátorságot ez a... nem kell a botrány. De hát felrobbanok. Inkább igyon meg még egy jeges kapuciner, doktor. Az majd leüti az agyát. Köztünk szólva, hogy mi Adit ismerjük, nagyon is valószínűnek látszik, hogy habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért is ne? Mariska akkor még javában, divatban volt vidéken. Bandi nyilván úgy gondolta, nem lehet ártalmas, ha ezek a nehezen terjedő opuszok a vándortársulat révén is terjednek. Amíg az urak itt holmi őskövületekként Karintiról, Kosztolányiról és egyéb mamutokról vitatkozgatnak, addig a barátjuk, Adi úr nagy közgazdasági felismerést tett. Rájött ugyanis, hogy ma az irodalom csupán vézna, csenevész kisfiúcska, akiből a Mariska félék nélkül sohasem lesz igazi férfi. Higgyék meg nekem, Adi úr szerelmi és forradalmi hevületei mögött nem ritkán a józan megfontolás munkál. Az úr hagymázas víziója már is teljesült. A magamfajta jó bolond, aki az úr szerint nem elég merkanti, meg csak firkálja az asztalfióknak. Ki kíváncsi rá, hogy Mariskán mindenféle nótagyárossal házal? Tudtommal, a doktor úrnak van lakása. Komótosan hazamehetne, ha nyugalomra vágyik. Mondja maga, örmény! Kinek a csontját rágja ma este? Jól van. Hát maga is ellenem fordul? Nem bánom. De magának, mint magyar nemes embernek megmondom, én nem vagyok örmény. Az én őseim szabadhajdúk voltak, jegyezem meg magának. Szabadhajdúk, bocskai meg tököli alatt. A legnagyobb a marhaság, hogy idehozom az idegeimet kész prédának a maguk számára. Most aztán irigykedhetnek az orfeumi démonok, ha? A megtermett Hédi dédi, akinél nő talán még sosem volt büszkébb bajnoki vállaira. Meg aztán ott van a mágnás, ez a ajkán, azzal a gunyoros és elbizakodott mosolyal, tudja? Mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak a férfiak. Vagy magukat ölik meg értük. Lehet,
mert hogy még mindig látogatja őt az a gazdag bútorgyáros, aki pervers szenvedélyeiről lett nevezetes Pesten. Képzelje, direktorom, azt mesélik, hogy azokat a nőket, akik megtetszettek neki, fehér menyasszonyi ruhában, mirtuszkoszorúval koporsóba fekteti, és ott imádja őket. Istenem, micsoda fertő! Őszintén szólva, Adi úrra is meglehetősen rossz fényt vetettek az efféle kapcsolatai. Éppen azért kerestem fel önt, mert mi ketten változtathatnánk ezen. Istenem, mire gondol? Ha most nem cselekszünk, mások csontig lerágják róla a húst. Ezek a pesti sakálok senkinek sem kegyelmeznek. Maga nagyváradi hullarabló. Engem nem ismer itt senki. Kibérelek egy orfeumot vagy egy pajtát, és Adi úr halálának másnapján színre visszük azokat a rövid kis színképeket, amelyek köztünk szólva egyike sem remek mű, de kit érdekel ez most? A magácska csodálatos énekhangja. Ezek a kitűnő dalocskák garantált kasszasiker. Gondolom, az sem lenne ellenére, hogy az újságok címlapján szerepeljen. Ó, maga ördög, mindent kimond, amire gondolok. Tudja, hogy őrzök néhány levelet Adi úrtól? Ha én egyszer azokat közreadom, az valóságos vádirat lesz a társadalmi közönösség ellen. Az én szent emberemen bizony nem sokat segített Léda sem, meg Diósi, azaz okos, világlátott, csupaszív férje. Hiába nyitották meg a pénztárcájukat. Nagyváradon azokkal az 5-10 koronás kölcsönökkel segített magán, amit a fellépéseimből én csittem le neki. Hatvani báró tiszteletteljes üdvözletét küldi a nagyságos asszonynak, és azt kérdezteti, hogy egy nagyobb összeg fejében hajlandó lenne elhagyni a város. Orcátlanság! Mit gondol rólam a báró? Mit képzel? Azt hiszi, hogy az övé? Az övék? A mélyen tisztelt nyugaté? Hát nem. Üzenem a bárónak, hogy nincs az a pénz. Ferenc. Egy félig csókol csóknak a tüze, lángol elébb. Hideg az este, néha szaladunk, sírva szaladunk, s oda nem, s oda nem érünk. Sokszor megállunk, összeborulunk, égünk és fázunk. Ellöksz magadtól, ajkam csupa vér, ajkat csupa vér, ma sem lesz, ma sem lesz nászunk. Bevégzett csókkal lennénk szívesen megbékült holtak, de kell az a csók, de hív az a tűz, s mondjuk szomorú, majd holnap. Vajon mire vitte volna Adi, ha egyszer átmegy az Andrássy út túloldalára a nőegyletek közé, és nem a feministákkal keresi a barátságot? Sok bajt csinált a három holló Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürgés forgást. Talán még a Petőfi Társaság tagjának is megtették volna ezek az érzelmes hölgyek, ha Endre a kedvükre viselkedik. A vidékről felkerült ifjú stréberek pörgették az öreg miniszteri tanácsosok hervat leánykait a vigadói bálokon. Akkor volt olvasó, és volt előfizető. A költő élete végéig el volt látva a kosztalnak szerelemmel. A báró hatvani atyáskodásával az agyára ment szegény Adi Endrének. Egyszer a fülem hallatára úgy összeszoglalkoztak, hogy komolyan aggódtam Adi úr egészségért. Aztán a vita végén az én nagyváradi jó emberem fogta magát, átült a szomszéd asztalhoz, és pár percig gondolkodás után papírra vetette ezt a verset. A harcunkat megharcoltuk! Gyáva kakasként fut az ellen, dúlt bóbitájú nyomorult, fellegvárába beszorult, szemétdombjára beszorult. Mit várhatunk, Csukodi pajtás? Remélem tud még ilyeneket. Mostanában nagyon vevők erre a népek. Már megbocsásson a művésznő, de föl kell szólalnom bizonyos érintettség okán kegyet kinyilatkoztatásait illetően. Holnap erről fog csámcsogni az egész New York, a Central, a Fiume, sőt a Berger és a Zeman közönsége is. Én önt nem ismerem, jó uram, talán ha bemutatkozna. Kérem,
kérem, az urak, Adi úr leghívebb barátai. Minden tiszteletem a művésznőjé. Azért én mégis ragaszkodnék a történeti hűséghez. Az inkriminált éjszakán ugyanis Adi barátom nem csak a 60-ival folytatott vitáján fölhevülve ragadott tollat. Az ide citált költeményen kívül egy másik verset is írt. Ezt pedig Lédához intézte. Ez volt a mindennapi hivatalos vers a ma láthatatlan asszonysághoz. Még egyszer mondom, a harcos vers csak ráadás volt. És akkor még nem reagáltam a 60-i bárót ért inszinuációra. Adi ugyanis már rég a sírgödörben feküdne, ha nincs a báró, akinek azért néha szót fogadott. Nem is tudom, hányszor feküdte meg Adinka drága Liget szanatóriumot. Mit akadás a 60-i terrorjárás, a 60-i pénzén? Én ott voltam, jó uram, az asztal közelében! Én viszont a társaságban ültem. Az asztalhoz pedig, mint rendesen versírás után, megérkeztek a kifogyhatatlan borok szőkén, mintha Léda szőke volna. Zamatosan, mintha ők új ízeket akartak volna hozni a ma keserű szájba. Léda! Mintha más női név nem is létezne az urak szótárában. Maguk, akik a barátainak nevezik magukat. Hol voltak, amikor Diósini Léda végig cigarettázta a terhességét Adi úr gyermekével a hasában? Hm? Hol voltak a halva szülés után, amikor Adi úr a fájdalomtól részegen bolyongott az éjszakában? És hol voltak akkor, amikor a Bertuska hivatalnok lelkű papája szó szerint kidobta Adi Endrét, aki odáig alázkodott, hogy lánykérőbe ment hozzá? Vészi barátunk, közben járt tisztességgel. Bár ne tette volna. Az a kis fruska a boldogsággal elhozta a boldogtalanságot. Jobban tette volna, ha ott marad Nagyváradon, abban a szép, kényelmes szerelmi háromszögben Diósiékkal. Még akkor is, ha Várad hasonlatos a ma érzéki menyecskéhez, ki csak egy feltétellel enged az udvarló ostromának, azzal, hogy az a győzelem másnapján végleg elhagyja a várost. Miért? Kérdi a szerencsétlen flótás. Azért feleli a romantika, mert azt akarom, hogy egész hátralévő életében csak rám tudjon gondolni. Ki a körös vizét issza, vágyik annak szíve vissza. Nem, de bár, így szól a dalocska a szobalányok ajkán, amíg Adi úr kalapjára rázták a portörlő rongyot. Az igazi úri hölgyek még annyira sem méltatták a költőt, mint a debreceni cívák valaha Petőfit. Ráadásul Adi úr sem tartozik a ma szép nagy darab férfiak közé, akiken meg szokott akadni a 90%-el többségében lévő nők szeme. Soványi fiú volt, aki még csak nem is ígérkezett kövér embernek, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. Ó, a titokzatos nagyváradi közös emlékek! Milyen nagyszerű hivatkozási alap! Vajon miért éppen most kerülnek elő a múlt nosztalgikus bugyrából? Már elnézést kérek, de kérem, higgyék el, egy költőnek Diósiéknál jobb helye nem lett volna. Azért merem ezt állítani, mert annak idején náluk voltam alkalmazásban, és így természetesen Adi urat is szolgáltam, aki akkor még a magyar királyszállóban lakott. Erről még soha nem beszélt, Glázer úr. Hát kérdezte valaki? Minden áldott reggelpontban 8-kor vittem az otthon elkészített reggelit a szállodai szobájába. De rendszerint keveset evett. Utána pedig sokáig maradt ágyban, az újságokat olvasta, amíg elkészítettem a fürdőjét. Dél lett, mire elkészült. Utána siettem vissza a Korona Herceg utcai lakásba, ahol ő ebédnél mindig pontosan megjelent. Ebéd után a Léda asszonnyal kikocsizott a Stefánia útra. Ez alatt én Endre úr szobáját hoztam rendbe, de meg kell mondanom, hogy alig volt mit. Olyan pedáns férfival, mint Adi úr, még nem találkoztam. Egy szóval jó élete volt. Ha a környezete nem rántja magával... Azt nem mondja Glázer úr, hogy mi vittük Bandit a romlásba. Ó, nem. Nem, de ha Adi úr Párizsban maradhatott volna, ott biztos megtalálja a lelki nyugalmát. Emlékszem, Párizsban nagyon sok gyönyörű verset írt. Megfigyeltem mindig vacsora után. Oda készítettem az italokat a hosszú posztóval bevont asztalra. Ő Léda asszonnyal leült mellé, aki vagy csak csendben figyelte, vagy ő maga írta, amit Adi úr diktált. Gyakran késő éjszakáig dolgoztak így. Persze másnap későn kelt, de a magyar újságokért mindig ő sétált be a városba. Semmilyen idő sem tartat örökké, Glázer úr. Egyszer az Opera kávéházban Adi Bandi minden különösebb átmenet nélkül odafordult hozzám, és azt mondta azzal a konvúziós arcával, tudod, rettenetes dolog egy zsenivel egy testben lakni. És csak szívta azt a tömérdek princesszázt, és órákig kotlott egy vers fölött. Akkor valami összetört neki belülről.
a princeszász a zsebében maga marha. Nem kell ahhoz semmilyen pár is, hogy az én nagyváradi zsenim boldog legyen. Nagyváradon még olyan volt az arca, mint a versei, ha nem akarodzott hazamenni, hát nálam aludt. És én egészen hajnalig fürkésztem a vonásait. Olyan fauni volt az arculata, de olyan szép fauni. Gyönyörű nagy szemei, dús gesztenye haja, erős lapos körmei, fakó barna bőre, keze, öltönye, nyakkendője, mindig makulátlan tiszták voltak, de a cipője az jóval nagyobb volt a lábánál. Lehet, hogy tyúk szeme van. Sőt, bütyke. Puha bőrből volt az Adi úr cipője. Kímélni kellett a lábát. Kiváltotta az emberekből a kényeztetést. Emlékszem, Párizsban mindig azt főztük, amit ő kedvelt. Szerette a tengeri csigából főtt levest, és kedvence volt a főtt borjú fej, szalvétába csomagolva, hogy ki ne hűljön. És ecetes tormát tevet hozzá. Tegnap, mikor fönt voltam nála, és miközben igen csúnya és gyógyíthatatlan sebeit kezelték, az ablaknál ülve a pesti divatot elemezte. Azon élcelődött, hogy ködmönt, rövid bundácskát már csak azok a nők viselnek Pesten, akik a Felvidék vagy Erdély felől menekültek, a vérbeli párizsi nő olyan jól ismeri a divatot, mintha nem is lett volna világháború. Arcot haragos fellegekből ismerős nekem Isten. Villámok hozzák el szememig, s fürdettem gyakran könnyeimben. Nem láttam még sugaras arcot, melyet haj sokan látnak. Hol vagy és miért kerülsz, szent Istene a kacagásnak? Éhezem, Uram, a jó kedvet, szomjazom nevetésed, ilyen hálás bojácás hívet sohatán nem is volna néked. Egy gyönyörű nagy kacagásban harsogjon föl a múltam, lássam egyszer vidám arcodat kacagó szent sírásba fújtam. Átadtad az üzeneteket? Ja, igen, de volt egy kis skandalom. Gondolom a doktor háborút. Hát, amíg az igaz, az nagy hanggal volt, de a lényeg, hogy a művésznő, a hölgy, a... Rinci Mariska. Rinci Mariska. Igen? Hát úgy tűnik marad. Emelfővel fogadjuk a sorscsapásait. De, Révi Szillapíró, nagyon megvédte a méltóságodat. Mindig lesznek, akik hangulatot csinálnak. Vörös, fehér, cigány, zsidó, magyar vagy nemzetietlen. Jó ürügy az ellentétek szítására. Á, de nem eszik ám olyan forró lakását. Látod, fiam, Adi Endre ezt a kérdést is más szempontból ítéli meg. Egyszer arról filozofált nekem, hogy a zsidók nem ismerik a másnaposság fájdalmait, mert ha egy zsidó iszik, csak pálinkát iszik. Nagyon ritka az olyan zsidó, aki a Brandwein vagy Kosher Szilvórium helyett a boritallal barátkozik. Adi szerint az ilyenek rendszerint tönkre mennek, elvesztik állásukat, sőt, még az eszüket is. Azt tartotta, hogy a borozás speciálisan magyar átok, amit örököltünk semmittevő őseinktől, az életük nagy részét anekdoták vagy politizálás mellett elhenyélő nagyapáinktól. Adi úrnak igen furmányos esze van. Na. Isten legyen hozzá irgalmas. Megyek. Nem akarom az estémet még pocsékabbá tenni. Kérem, az általam preferált rövid színképnek a címe a műhelyben. Egy redakcióban játszódik, és eloszlat minden téves képzetet az ott tenyésző léhaságról. Igen, valami rémlik. Talán az új géniuszban közölte, de hát mikor is olvasnék, folyton csak írom. Nem próbálna egy ideig fordítva az úr? Kár, hogy nincs itt Adi. Az jól megadná magának. Nos, uraim, valóban kár, hogy nincs jelen a szerző, mert így módon hátba kell őt dicsérnem.
szerző még így nem foglalta össze a redakciókban élők búját nyavajáit. A történés csekéke, de a dialógok excellent. Komolyan mondom, excellent. Amikor azt írja, hogy ő vágyom a diadalra magáért, a vágyért s a diadalért. Mennyit őrölt már azóta is rajtam a műhely, a napszám s az éjszaka. Pedig még emlékszem, hogy mit gondoltam, akkor tudnék ám vágni a késetekkel. Csantig! Ez nagyon komor, mintha varjak telepettek volna az asztalunkra. Talán ez jobban tetszik. Beszép a város, s kínálkozók, kiket már nem kívánok, legendás múlt, jelen és jövős a jányok. Beszép minden, mi idegen, s már csak szememmel látok. Pénz, alkalom, siker és derűs a jányok. Hát nem gyerekes, ahogy megpróbáljuk ide citálni? Mintha abban reménykednénk, ha kimondjuk a nevét, azzal már itt is lesz. Meg lehet, éppen a kisasszonyról álmodik a fájdalomcsillapítók narkózisában. Nem az én hibám, ha egyesek nem bírhatják elviselni, hogy a géniusz leereszkedett egy ilyen magamfajtához. Nekem nem hiányzik a sok májbeteg asszot utálkozása. Tovább állok és passz! Hívtak engem már a Fiumébe, meg a Bergerbe is, neves színi direktorok. És én el fogok menni mindenhová, hogy átvessem azt a képet, amit a firkász urak rajzoltak róla. Az elnyújt, a betegesen iszákos roncs helyett én egy gáláns gavallérra emlékszem. Egy igazi férfire, aki nem élt vissza a magamfajta helyzetével, és egy dalcsarnoki énekesnőnek is úgy udvarolt, mint az Andrássy úti dámáknak. Adi úr, igazi úr! Még akkor is, ha olyan későn ébredt fel udvari szobácskájában, hogy alig érte el a mindennapi borbét zárás előtt. Igen, a borotválkozás nagyon fontos dolog az életben. Mint többnyire azoknak az embereknek, akik este hódítók és ünnepélyesek akarnak lenni. Nem is hiszik a tisztelt urak. Milyen nehéz feladat egy olyan embernek, aki az éjszaka füstjében henterek. Egészségére, művésznő, a vendégem. Tor lesz, mint régen, régen vala, falubeli bölcsvének jönnek, s kiosztódik a bor és kalács, e vígan gyászoló ember özönnek. Leülnek tisztesen, csöndesen, siratnak, akik mernek siratni, és egyre nő a vendégcsapat. Jaj, mit fognak ennyi embernek adni? Ezek csöndben, de kíváncsian seregelnek össze a torra, s óvatos torkuk közörülik, ümgetésre, búra, kalácsra, borra. Micsoda tor lesz az idegenek, gyászházunkhoz köszönve jönnek, leülnek, s a friss hantok alól csontjaim tréfásan vissza köszönnek. Csak egy pillanatra, ha meg nem sértem. Magával egy pillanat fele is túl sok. Mariska kedves, az urak jó indulatára még szükségünk lehet. Én csak megjegyzem. A művésznő szólamai szépek voltak. Dicséret érte. Bár ami Adi Bandink úton útfélen híresztelt gavalériáját illeti, volnának fenntartásaim. És nem szégyelezel ideállni az emberek elé? És éppen most mi a foglalkozása az úrnak, detektív vagy korbancnak? Úgy is van, mi szükség erre? Bömbörészen csak odahaza maga rinocérosz torkú. Szócsatához túl késő van, párbajhoz túl korán, mi tévők legyünk? Kérem, urak, kérem. Kezdem már érteni, mi fáj a tisztelt kompániának. Tiszta sor. Az irítség beszél belőlük, mert én szűzsdirektor jó voltából ma holnap a Pesti Hírlap címoldalán fogok szerepelni, ők meg legfeljebb Glázer úr adósainak listáján. Ha! Lássuk be! Hoppon maradtak az urak, a híres neves barátok, akik réveteg mosolyjal asszisztáltak Adi úr törzsasztalánál, csak éppen a lelkük járt valahol egész messze. Legalább nem áltatjuk magunkat azzal, hogy Bandinak komoly sikerei lehettek a hölgyvilágban. Jól állnak viszont etéren a felsodort bajszú bakahadnagyok. Adi Bandink, mint Pesten szokják mondani, ülhetne itt a maga tudományával az idők végezetéig. Kifacsart okoskodás, amit csak a féltékenység vezérelhet. Na, persze.
és az irítség tárgya. Azok az orfeumi démonok lennének, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelmisége folytán. Akik szegények, tudatlanok, műveletlenek és érzelemtelenek. Akik csak a maguk önző bájával törődnek, vagy a lyukas harisnyájukra gondolnak, amikor a férfiak udvarlását hallgatják. Ki kérem magamnak ezt az inszinuációt felháborít! Ezek az áldémonok pedig ugyancsak résen vannak, amikor Adi előtt megjelenik a pesgős üveg. Ha jól tudom, etéren önt is a bizalmába fogadta, kedvesen. Bandiban azért hál' Istennek néha fölébred a hiúság és a döjf, és parasztos modorban utasítja vissza a kék harisnyák közeledését. Savanyú a szőlő, firkász urak. Mert várad róla, aztán minden nagyon látszik, mi? Na, nem kell ezt nekünk hallgatni. A New Yorkban legalább békén hagyják az embert. Hadd füljenek a maguk levében. Menjenek csak, legalább nem rontják itt a levegőt. Ezek aztán a méretes nagy marhák. Azt hiszik, attól többek lesznek, ha tőlünk védik Bandit. Hogy nem lehet felfogni, hogy az az ember, aki arra van predesztinálva, hogy boros hordóba fulladjon, sohasem fogja felakasztani magát egy női szeszélykedvéért. Mégis ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. Papírost és ceruzát vett elő a kocsmasztalnál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével megajándékozza valamely barátját. Mintha csak azt akarta volna, hogy soha ne felejtsék el barátai a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint valami fejedelem. Ne zargasson az úr a marha emlékeivel. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor Vénusz csillaga fönt ragyogott az égen. A brómot is csak úgy poétás affektálásból hordta a mellény zsebében, valójában nem volt szüksége rá. Hát bizony, nem olyan régen még füllett volt a pesti éjszaka a mámortól, amit a francia módra készített borok, az Egyiptomból érkező mákonyos cigaretták, és az irodalmat és költészetet óhajtó nők okoztak. Elvárom, hogy megkövessék a kisasszonyt. A kisasszony sosem hallott Carmenről? Kit érdekelnek ezek a pillangók vagy káposztalepkék? Csak bátran, uram, talán megveszem a történetét. Nos, hát ez a Carmen minden este ott vacsorázott a szállodában Adival, meg a szálloda tulajdonos házaspárral. Egyébként ott lakott egy párházzal odébb egy bizonyos mezonmöbölben. Azt a barátja bérelte neki, egy belga gyáros, aki hetente kétszer járt Párizsba, egyfelől az üzleti ügyeit intézte, másfelől Carment látogatta. Olyan szép apanást kapott a Carmen, hogy esze ágában sem volt megcsalni a belgát, az egyetlen kivétel Adi volt. Egy este Bandi megkérdezi tőlem, hogy tetszik-e nekem ez a leány. Hogy nem mondom, hát olyan kedves és szép. Azon mód Carmenhez fordult, kérdezvén, hogy mit szól hozzám. Nos, hát hölgyem, nem szaporítom tovább a szót. Aznap este én Carmennél éjszakáztam, még Endrénk a pesgőt nyakalta. Lári-fári, ez is csak egy érdekes történet, amit nyilván úton útfélem mesélni fog, csak hogy lássák, az úr Adi közeli ismerőse volt. Talán nem lenne ellenére egy régi ismerős látogatása. Egyéb iránt a hozzájárulását amúgy is bírnom kell a színképek bemutatásához. Gyalázatos ötlet, borgőzös elmék öklendezése. Nos, uraim, választhatnak. Vagy részesei lesznek a mítosznak, vagy lerombolják azt. Bár úgy látom, ez utóbbi esetben önöket kitiltanák Pest valamennyi kávéházából. Ezt a büntetést is a mi kis dalos pacsirtánknak köszönheti az utókor. Glázer úr, rendelnénk! Sajnálom, doktor úr, zárunk. Mázlista, ez az Endre. Ha valamilyen csoda folytán velünk mulatozna, biztosan itt ütné meg a guta. Sokszor látom, ahogy Csinszka dirigálja. Legutóbb azt mondta nekem, szeretnék még egyszer kocsmába járni. Ez az asszony úgyse törődik velem. Aztán még hozzátette. Jó, tudom, hogy soha nem lehetek már olyan egészséges, hogy éjféli vendég legyek a kávéházakban, éttermekben. És amikor eljöttem, azt sugta oda, ha a barátaim jönnek, hozzanak bort. Jöjjön, direktorom! Akkor én, ha megengedik, magukkal tartanék. Arra emlékszik, édes úr, amikor a pályaudvarról, ahol diósékkal öten préselődtünk be, egy kis kocsiba felharsant a jelszó. Enavana rablé, és megindultunk a mámoros augusztusi éjszakába. Amikor a Szebasztopol bulváron uramból kitört a magyar keserűség, és azt kiabálta, hogy ti kutyák, ti éltek 90 évet, de én holnap meghalok. Sose felejtem el, ahogy az az öreg konflisló álmosan baktatott a gárdüleszt előtt.
és ahogy néztem a fekete kocsis alakot, egy furcsa látomás suhant át rajtam. Mintha maga a száraz halál ült volna fenn a bakon. Lehet-e, hogy jön még ájult tűznyár, bukó csillagos éjek, s hogy én már ne éljek, s meleg asszony szalon integet ki a télbe, lágypamlag égő illat, s ide nem engem hívnak, s akkor is lesz tavasz, virág, dicsőség, mámor, tavasz, heroldok szállnak, s engem már nem találnak, nem találnak. Soha még, így még senki se vágyott, hajszolt síratot képzelt, tündér ezer egy éjjelt, átkozott legyen az, aki helyemre áll majd, ínyére méreg hújjon, két szeme megvakuljon, álljon el a szíve, süketen tétovázzon, s ha tud majd asszonyt lelni, ne tudja megölelni, ne tudja megölelni. Ne menjenek be hozzá. Pár perccel ezelőtt meghalt. Innen nem volt mersze kimenteni magát a báró úrnak. A doktor saját maga helyett a kisművésznőt küldte? Ó, Istenem, micsoda barátai vannak! Szeretnék elbúcsúzni tőle!